Tolna megye Csíksomlyójának is nevezik, ez a Székely Porta. A ház a Magyarok Nagyasszonya templom udvarán épült fel Kismányokon. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége fontosnak tartja, hogy gyermekeiknek, unokáiknak be tudják mutatni a bukovinai népi építészetet. A Székely Porta Csíkdánfalváról érkezett faanyagból épült, bevakolt gerendaház, hagyományos hármas osztással. A betérőkonyhával, a nagyháznak hívott tiszta szobával és a hálószobával, melyet a székelyek kisháznak hívtak. Egy nyertes Hungarikum pályázatnak köszönhetően a Porta most tovább bővül. A mezőgazdasági minisztériumnak volt egy pályázata, a Hungarikum pályázat, és ebben meg tudtuk pályázni ugye egy kiállító helynek a létrehozását. És akkor így végül is a gondolat tovább menve jött, hogy hát bemutatnánk azokat a régi szakmákat, amit valamikor ugye Bukovinába végeztek az idősek. Úgyhogy így gondoltuk, hogy akkor bemutatnánk a kovács szakmát, asztalos szakmát többek között. Hát akkor a vén szakmánál maradva ugye a csizmadíja, illetve a szűcs is hozzákapcsolva, hiszen volt egy továbbképzésünk, aminek nagyon örültek. És akkor hát természetesen ugye jön a szövés, illetve ugye most egy konyhát, és illetve egy kis részt kialakítanánk, ahol kenyeret tudnának fősütni, tehát egy kis kemencét, kályhát éppen azt rakjuk. Úgyhogy így valamint ugye gyógynövényekkel is foglalkoztak ugye Bukovinában, úgyhogy mindenképpen ezzel szeretnénk kibővíteni, és akkor így lenne kerek. Hát ugyan most már ugye mondták már többen, hogy lehet, hogy nem kéne így berendezni, mert hát volt egy kis néprajzi tábor itt, amin nagyon jól érezték magukat, és be is lakták a fiatalok, úgyhogy lehet, hogy itt kicsit beszorulnak, de hát majd igyekszünk úgy elhelyezni a tárgyakat, hogy lehessen használni. Ez Borona, úgy nevezik, hogy Borona épület, tehát maga a fákat úgy rendeztük, illetve ugye tulajdonképpen nem Bukovinában ugye nem akácot használtak, de hát nálunk ugye ez, ami úgymond a legolcsóbbnak tűnt most, hiszen azért azt is figyelni kellett, hogy közben a faárak is változtak. Úgyhogy így ebből készül. Hagyományos módon, tehát belül fogjuk vakolni, illetve vakoltuk, ugyanúgy belécezve, mint a székelyportát, és ilyen polyvásárral lett bevakolva, úgyhogy egy pár nap múlva el is indult a búza, és szépen kizöldelt a fa oldalába, úgyhogy ott is úgy volt. Úgyhogy így igyekszünk. Hát tulajdonképpen még itt egy csűrajtó lesz, ugye, ami megvan, egy bontott régi csűrajtó, valamint egy istállóajtó kerül fölhelyezésre, és akkor így. Hát van gondolat, hogy esetleg a padlástört is kihasználnánk, ugye fekvőhelyeket kialakítani. És akkor hát nem sokat tudunk, de azért valamennyit tudnánk kialakítani. A bukovinai mesterségeket bemutató kiállító tér a tervek szerint augusztus közepére készül el.